Hogyha fiatalként találkozol olyan helyzettel, ami valamilyen bántalmazási helyzet, akkor vannak olyan felületek, vannak olyan szervezetek, ahova bátran fordulhatsz a kérdéseddel, és tanácsot, segítséget kaphatsz. Az egyik ilyen oldal az a Jelon, ami a Kintalovon Alapítvány weboldala, ahol hetente többször anonim módon csetelhetsz és teheted fel a kérdéseidet, akár bántalmazásról, akár más témákban, és értő fülekre fogsz találni. A másik, hogyha inkább telefonon beszélnél, nem pedig írásban tennéd fel a kérdésedet, akkor a kék vonal telefonszámát, a 116-111-et tudnánk ajánlani, ahol a nap 24 órájában elérhetőek a kék vonal munkatársai, és megválaszolják azokat a kérdéseidet, amik benned vannak. Illetve nyilván, hogyha vannak olyan felnőttek a környezetedben, akár egy iskolán belül, akikhez örömmel vagy bátran fordulnál, akkor érdemes hozzájuk például egy iskolapszichológushoz, egy olyan pedagógushoz, akivel bizalmi viszonyban vagy, nyilván ők a szüleiden vagy az olyan családtagjaidon kívüli személyek, akik családon kívül tudnak neked információt és segítséget nyújtani. Én pedig a felnőttekhez szólnék még így, akik a gyerekeket körülveszik, hogy nem feltétlenül a gyerekeknek mindig tanácsadásra van szükségük, vagy arra, hogy megmondja nekik valaki felnőtt az, hogy most hogyan viselkedjenek, vagy mit tegyenek bizonyos helyzetben. Azért a legtöbbször csak meghallgatásra van szükségük, hogy valakinek elmondhassák úgy, hogy mi történik velük, akár pozitívum, akár negatívum, hogy az olyan fülekre talál, ami meghallgatja őket, nem fog ítélkezni, hanem csak szimplán egy felnőtt, aki elhiszi azt, amit mond, és közösen a gyerek bevonásával el tudják dönteni azt, hogy hogyan tovább, hogy neki mi a jó. Az nagyon fontos kiemelni, hogy soha ne a gyerek feje fölött döntsünk, vagy tegyünk bizonyos lépéseket, ami őt közvetlenül érinti, hanem mindig az ő bevonásával, természetesen attól függ, hogy ő hány éves, vagy milyen a korá is az érettsége milyen, de mindig nagyon fontos az ő bevonásuk az őket érintő kérdésekben.